most ez a két fajta adott 100 folyam 15 mázsát, 18 mázsát. Tehát ez várható most, hogyha mint terem, ennyiszer, tehát egy fa olyan 15-20 kilót. Az idei baracktermés várható mennyiségét számolja Komonyi Orbán György, bátaszéki gyümölcstermesztő. A 2021-es már a harmadik év, amelyben tavaszi fagykárok pusztítanak, és a gyümölcstermesztőknek nagy árbevétel kiesést kellett elszenvedniük. Ugyanis a húsvét utáni éjszakai fagyokkal is járó lehűlés jelentős károkat okozott a kajszi és az őszi barack ültetvényekben. Nagyon érdekesen indult, mert tavaly ugye nagy fagykár volt az egész országban, és hát mondtuk, hogy kétszer egymás után nem szokott lenni ilyen, majd jövőre lesz sok kajszi barack. Mert még az 1000 forintosból is befőzni akartak az asszonyok, hát mondtam, várják meg jövő évre, addig tartson ki a baracklekvár. Na, elég az hozzá, hogy az idén is úgy indult, hogy komoly fagyveszély volt, és ahogy halljuk kollégáktól, újság, televízióból, elég komoly fagykár van, főleg a kajszi barasznál az idén is. Hát minket ez most az idén úgy néz ki, hogy elkerül még a kajszi is. Tavaly a 13 fajta kajszi baraszból csak 2 volt termés, rendes. Most úgy néz ki, hogy a többségén lesz. Másút, hogy lesz, majd az idő megmondja, gondolom, mindenki ezt nézi most ilyenkor, hogy na, a kis zöld barackok hogy nőnek. Egyelőre ez van. Az őszi barack, hát ott a szokásos nagy bajunk a tafrin, a levélfodrosodás, ami ellen főleg ilyen időben nehéz védekezni. Esik az eső, azt a tafrina szereti, a permetezőgép meg nem szereti, hogyha lemossa, ugye, amit ki permetezünk. A férfi szerint fagykár ellen szinte lehetetlen védekezni. Csinálnak ilyet, hogy permeteznek vízzel, ugye. Na de hát ki van arra felkész, pont most hajnalban 2 és 4 óra között permetezzek annyi vizet ki, hogy ottan számottevő eredmény ebből legyen. Mondjuk 1 fokot, vagy esetleg 2, ez jelenthet, de ezt nehéz kiszámítani, felkészülni rá. Hát az idén volt legalább 15 nap olyan, amikor már virágzásban volt, vagy bimbo, és fagypont alatt volt, vagy akörül a hőmérséklet. Másik, hogy szalmát béle, egy kollégám szomszéd kihordta már tavaly a szalmabálákat, most is ott vannak, tehát azt égetni, meg megint olyan dolog, hogy a füst fölfelé megy, meg a meleg, meg lefelé jön a levegő, nem pont oda megy a baracfájhoz, ahol éppen akarja, hogy füst legyen. Bátán még szamócát mentettünk, mert komoly fagyveszély volt, és ott hagytuk a gazakat direkt erre, ahogy kapálták az asszonyok, hogy azt majd meggyújtjuk. Hát meggyújtottuk, kimentünk hajnalban, mikor fagyveszély volt, tüzeltünk, hát aztán ott fagyott meg a tűz körül legjobban. Mert a meleg, fölszáll a meleg levegő, azt a helyre megjön a hideg, úgyhogy még a mozgó hideg még rosszabb volt talán, mint hogyha nem tüzeltünk volna. Szóval ezek csak ilyen illúziók, ezek a védekezések. Hogy így bepöndörödik a levele, ez a levélfodrosodás, a tafrina, gombabetegség, erre a legérzékenyebb a őszi barack, ez a legnagyobb gonda, hogy ettől megvédje az ember. Hát erre majd kíváncsiak vagyunk mi is, hogy mi lesz, mert ugye eddig csak az volt általában, hogy 1-2 hajnalon volt fagy, mondjuk tavaly is. De most az idén már ilyen -1-2 fok, meg 0 fok, meg már hetek óta méhek nem járnak, az ugye egy probléma. 10-15 fok alatt nem jön ki a méhecske, most se fog látni, pedig virágzik már a kutyatej. Na, tehát egyszer, hogy méhek nem járnak, meg a hosszú hideg, ami nem is konkrétan a fizikai fagyást jelenti, hanem a hosszú hideg élettanulag is valószínű, hogy kedvezőtlenül hat a virágra, és ott a kisbarac képződésre, megtermékenyülésre. Egész őszintén úgy látom, hogy olyan gyönge féltermés lesz, de azért lesz barack. Nem csak nálunk, lesz másutt is. Biztos, hogy a tavainál olcsóbb lesz. Mert tavaly kénytelen voltunk a piacon is 800 meg 1000 forintért adni, mert ha 600-ért adtuk volna, akkor a kereskedők megveszik az összes reggel, és eladják. Komonyi Orbán György szerint az enyhe tél sem kedvez a gyümölcsösöknek, hiszen a hó megvédi a vetést a széltől, az erős fagyoktól, és olvadáskor biztosítja a vízpótlást is.